Maradunk a sportnál, mert hogy 192 éves a magyar lóversenysport. 1827. június 6-án tartották ugyanis az első lófuttatást Budapesten. A nemes évfordulót természetesen idén is megünneplik. A hónap végén derbi és divatfesztivál tartanak a Kincsem Parkban. Jöjjön egy kis kedvcsináló. Pécsi István, a Kincsem Nemzeti Kft. Ügyvezető igazgatója vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A derbi a lóversenyek non plus ultrája, ha jól sejtem. Így van, abszolút. A derbihez lehet azt gondolom, hogy mindent kötni, és mindent arra lehet felfűzni, ami lóverseny. Éppen ezért ez a rendezvényünk, ez a fesztiválunk egyértelműen a lóversenyről szól. Szemben például a Food Truck Show-val, vagy az Ügető Szilveszterrel, ami egy hatalmas nagy buli, kiegészítve lóverseny, vagy párhuzamosan lóversenyen. Itt egyértelműen a derbi hősökkel megyünk ki. Három nagy derbi lesz, ebből kettő lovas, egy pedig kutyás agárderbi. Hol kapcsolódik a két állat egymáshoz? Régóta, több száz éve két angolszász sportról beszélünk, a lósport és az agársport nagyon szorosan összekapcsolódik. Nálunk a Kincsem Parkban most már a negyedik éve, úgyhogy ez az ötödik derbi lesz, de ugye négy éve kezdtük el ezt az egész folyamatot. Az agárderbi a Kincsem Parkban 400 méteren, és épül az új agárpályán. Úgyhogy reményem szerint a jövő évben már ott fogjuk a derbit, mármint az agaraknak, az ügetőpályán az ügető derbit, a galoppályán pedig a galopp derbit. És lesznek kisebb derbik, lesz póni derbi, celeb derbi, meg civil derbi. Így van, pénteken kezdünk a póni derbivel, a gyerekeké elsősorban a pénteki nap, több ilyen gyerek aktivitással is készülünk, akkor lesz az agár derbi, lesznek ügetőfutamaink mellette, szombaton jön majd a civil derbi, az ügető derbi melletti egyik nagy attrakció. Hát a sztárhajtóink... Ezen nézők versenyeznek, ugye? A civil derbi igen, a celeb derbin ott azon, pedig... Azon nyilván nem. Nyilván nem. A civil derbi az vasárnap lesz, amikor a galopp derbit futjuk. Igen, és itt ilyen speciális kvalifikációs rendszer van, a Facebookon keresztül lehet oda bejutni, hogyha különböző ilyen lépcsőkön túljutnak az érdeklődők. És versenyeznek a hírességek? Így van, és ők versenyeznek szombaton este az ügető derbi után. Egyébként ennek az az oka, hogy évtizedek óta az ügető szilveszter egyik fő attrakciója, a sztárfutam, és kérték, hogy jó lenne egyszer úgy is hajtani, hogy nem fagynak meg, és ezért találtuk ki a derbi napjára ezt a celeb derbit. Kötelező vagy ajánlott viselet az elegáns? Hát kötelezőben nem tudjuk tenni, egyelőre még, Royal Ascotban igen. De nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb teljesen természetes lesz mindenkinek, hogy rendkívül elegánsan kell kijönni a derbi fesztiválra. Egyébként szombaton és vasárnap is kalapversenyek, divatbemutatók lesznek, és az elmúlt évek azt mutatják, hogy rendkívül nagy az érdeklődés ez iránt, a kezdeményezés iránt. Sőt, meg kell, hogy mondjam, nagyobb, mint gondoltam, hiszen már az első évben 200-an jelentkeztek a divatmustrára, több száz kalapot küldtek be a versenyre. Úgyhogy nem titkolt cél, hogy az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye legyen előbb-utóbb a derbi fesztivál. Mit vizsgálnak ilyenkor az ítészek, hogy mennyire a 200 vagy majdnem 200 évvel ezelőtti hagyományokhoz hű a viselet, vagy mennyire tudják esetleg a modernnel ötvözni az tradíciókat? Én azt gondolom, bár az a szerencsés, hogyha valaki tudja ötvözni a modernnel, és a mai kor igényei szerint tud elegáns lenni. Az első győztes lovat gróf Széchenyi István tenyésztette. Hát stílszerű volt, igen. Aki pedig volt, az gróf Károlyi György. Igen. 192 évvel ezelőtt, amikor rajthoz álltak ezek a lovak, és ez a ló, akkor ez egy nemesi, kifejezetten nemesi sport volt. Az elmúlt 200 évben sikerült szélesíteni a hozzáférhetőséget? Muszáj volt szélesíteni, először is volt a szocializmus időszak, az arisztokratáknak nem igazán jutott szerep ebben a sportban, ezt különösebben nem kell magyaráznom. A rendszerváltás után, amikor a magánfuttatók visszatértek a sportba, akkor már nem voltak arisztokraták, de egyértelműen az a cél, hogy folyamatosan szélesítsük a futtatóknak a körét, és minél több futtató érkezzen a felső 10 000-ből. Az első versenyt a történetírók szerint 25 ezeren nézték, azért ez egy óriási nézőszám. Hát most is óriási nézőszám lenne, ugye azt egy Overdose 2009-es futása tudta megközelíteni. Hogyha most minden optimálisan alakul ezen a derbi fesztiválon a június végén, akkor nagyjából 20 ezer embert várunk azért a 3 nap alatt. Egyébként érdekesség, hogy az ügető szilveszter 1 nap alatt tudja ezt a nézőszámot. Már a 20 ezeret vagy a 25-öt? A 20-at talán fogja tudni, a 25-öt is, bár én azért most már kezdek aggódni, mert a 20 ezerrel is
meglehetősen úgy tele voltunk már. Tudom, hogy egy építkezésnek sosincs vége, de milyen fejlesztéseket látnak még maguk előtt? Akár, ugye említette az agárpályát. Igen. Ez az idei terv, ha jól sejtem. Igen, az agárpálya, ami már egy kombinált agár és rögbi pálya lesz egy írmintára. Próbálunk minden egyes négyzetmétert minél értelmesebben kihasználni a Kincsenparkban. Elsősorban természetesen a lósportot, valamint a lovasportot kell, hogy szolgálják ezek a létesítmények, de ugyanúgy a humán sportoknak is teret kívánunk adni, és a kultúrának és az oktatásnak. Azt mondja, hogy rögbi pálya lesz. Ezek szerint a rendelkezésre álló és fejlesztés alatt álló, majd aztán pedig rendelkezésre álló felületeket akarják értékesíteni különféle sportrendezvények? Hát most nyilván most ezt az értékesítést, ezt úgy kell érteni, hogy bővítjük a repertoárunkat. Nem ebből fogjuk finanszírozni a lóverseny, sokkal inkább a lóversenyfogadásból szeretnénk. De én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon értékes ingatlan a Kincsenpark Budapest közepén, és erre nem csak a lósport, hanem más sportág is jogosultak, hogy tudják ezt használni. Elárulhatom, hogy beszélgettünk kint, és elmondta nekem, hogy mennyi időre előre van meg a fejlesztési terv? Hát 2030-ig gondolkodunk, természetesen több lépcsőben szeretnénk fejleszteni, és valóban a teljes 88 hektár nagyon értelmesen szeretném kihasználni. Azt mondja, hogy a fogadásokból szeretnék finanszírozni, ezt megvan? Visszatért a kultusza a korábbi? Hát ez egy hosszú folyamat, ugye a Szerencsejáték ZRT-vel van nagyon jól működő partneri viszonyunk, most már évek óta, az idei esztendőben robbanásszerűen nőtt a Kincsen Plusznak az értékesítőse, a Kincsen Plusz tutinak, és az a terv egyébként, hogy hosszú távon egy 5-10 éves táblatba, ha nem is önfinanszírozó legyen a lóversenyzés, ez azért egy nagyon komoly cél, de lényegesen több pénzt tudjunk a lóversenyfogadásból visszaáramoltatni a sportágban, mint jelenleg, és ehhez mindenképp a két állami szerencsejátéktársaságnak a szoros együttműködése szükséges. Nagyon leegyszerűsítve, a Kincsen Plusz tuti mellett várhatóan a közeljövőben jönnek újabb lóversenyjátékok értékesítésre. Egy picit beszéljünk még azért a hétvégéről. Mindig egy sarkalatos pontja egy rendezvénynek, hogy vajon mennyire tud családi rendezvényé válni, hiszen azért általában a gyerekeket is magukkal viszik a szülők. Tudnak olyan programokat kínálni, ami le is köti a gyerekeket? Én azt gondolom, hogy tudunk, bár önmagában már a lóverseny programok is szerencsére lekötik a gyerekeket. Különösen népszerűek a pénteki, agár, póni versenyes napjaink, valamint a galopnap. De természetesen külön ingyenes gyerekprogramokkal is készülünk, a pónilovaglástól kezdve a különböző körhintán keresztül. Tehát teljesen egyértelmű az a cél, hogy a generációváltás megtörténjen minden szinten, és gyerekkortól kezdve teljesen természetesen legyen a fiataloknak, hogy évente néhány alkalommal kijönnek a lóversenypályára, ha más nem, legalább a derbit megnézik, és beleívódjon az agyukba, hogy mi is az a derbi, és mitől különleges nagy versenyről beszélünk. Generációváltásról beszél, de vajon volt-e mondjuk az elmúlt 30 évben olyan generációja a lóversenysport közösségnek, akik tényleg aktív részesei voltak ennek a... Hát az igazi generációváltás az utolsó években kezdődött, amikor ezt a fesztiválrendszert kitaláltuk, és kimondottan fiatalokat tudtunk kicsábítani a lóversenypályára. Itt a fiatalok alatt értsük a 25-40 év közötti fiatalokat, akik már a családjukat is hozzák magukkal, de ez egy hosszú éves vagy évtizedes munka lesz, és azt gondolom, hogy a lóverseny kultúrát, meg a Kincsen kultuszt a megfelelő helyre tudjuk felhelyezni, ehhez nagyon-nagyon sokat kell még nekünk dolgozni, és hát minden média lehetőséget ki fogunk használni, és ezen a területen is vannak nagyra törő terveink. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.